Tisztelt hallgatóság, szeretettel köszöntök mindenkit, és számomra annyira inspiráló volt a beálladás, hogy most nem állom meg, hogy ne rögtön reflektáljak, mert nagyon jól rávezet az én előadásomra. Ugye ez egy, amit látunk egy ilyen kutatásban, ez mindig egy pillanatkép, egy fotó. Látunk egy fotón szaladni egy gyereket. Fut egy gyerek. Mindenkiben elindul a fantázia, hogy vajon miért fut ez a gyerek. Valaki ezt gondolja, van, aki azt, van, aki azt. Erről a fotóról is nagyon sok mindent gondolhatunk, amit ez a kutatás ad. Gondolhatjuk azt is, hogy most visszatérve Ádámhoz, akit hallottuk, hogy Ádám egy hedonista, otthon szeret henyélni, mama főz neki, megy falat mászni, vagy nem tudom. De gondolhatjuk azt is, hogy Ádám ennyire szorong, ennyire fél a világtól, mert hogy Ádám ilyen szorongó. De gondolhatjuk azt is, hogy Ádám nem szorongó, de a világunk csúcsértékévé a biztonság vált. Ma már az ember nem lép úgy be a bizonytalanba, mint akár a mi generációnk annak idején belépett. De van egy negyedik olvasata is. Ez a negyedik olvasat pedig az, hogy ugye anyuka azt mondta, hogy Ádám fiam, hát akkor az lenne az első, hogy elköltözöl egy albérletbe, és ez nem valósul meg. Mi van az anyuka, azt kérdezze, azt mondja Ádámnak, mikor Ádám elkezd azon fantázolni, mi legyen, hogy Ádám, persze, tök jó, gyereket akarsz, hozz ide egy lányt, van elég hely, szülj egy gyereket itt, és majd mi segítünk. Lehet, hogy egy ilyen olvasata is, lehet, hogy az Ádám ezt bevállalná, míg ezt a fajta, hogy én menjek el egy albérletbe és éljek ott, nem. Szóval azt gondolom, hogy ez a sok-sokféle magyarázat, és azt is felhozza, hogy ma nagyon sokféle értékek mentén tudunk gondolkozni, és tényleg ebben van egyfajta ilyen kreolizáció, kultúrák hatnak egymásra, szerencsére nem olvadnak össze egy nagy kultúrával, mint azt látjuk, de kreolizálódnak, hatnak egymásra. Ezért nagyon-nagyon sokféle módon lehet mondjuk családot is működtetni, és tulajdonképpen mondhatnánk is azt is, hogy nyilván van olyan gondolkodásmód, amiben a család ideálisan tud működni, de van olyan gondolkodásmód is, amiben a család nem olyan ideálisan működik. Na most ezen nagyon nagy ideológiai vitákat lehet lefolytatni a sajtóba, vagy bárhol, de mielőtt belemegyünk ezekbe, tegyük fel azt a kérdést ma, hogy ma Magyarországon egy család, egy fiatal pár, egy kisgyerekkel, vagy két kisgyerekkel úgy működik-e a hétköznapokban, ahogy ő azt szeretné, és ahogy ő azt ideálisnak látja, függetlenül attól, hogy milyen értékek szerint gondolkozik. Úgy működik-e, vagy sem? Tud-e úgy működni, ahogy szeretne, vagy sem? Számomra annak idején Kopp Máriának ez az eredménye a Hungarasztadiból, hogy ez nagyon sok, hogy párok sokkal több gyereket szeretnének, mint annyi, aztán végül születik nekik. Ez nagyon mellbevágó volt, és akkor még kisgyerek, ugye azóta megnőtt az első két gyerekem, szerencsére van egy harmadik, aki még nem nőtt meg, de akkor kisgyerekes szülőként abszolút át tudtam ezt élni, hogy mennyire nehéz az, hogy kisgyerekesként én annyi gyereket szeresek, és azokat úgy neveljem, annyi figyelemmel, és annyi szeretettel, és annyi gyakorlati törődéssel, és annyi minőségi idővel, amit rájuk szeretnék fordítani, amennyivel tényleg szeretném, mert nem tudtam megtenni azt, hogy úgy neveljem a gyerekeimet, ahogy én azt elképzeltem volna édes esetben, mert a társadalom nem tette lehetővé, hiszen a szüleim dolgoztak, nem tudtak besegíteni, nekem is dolgozni, ezt sorolhatnám még. Tehát, hogyha föltesszük azt a kérdést, hogy ugye azt mondjuk, hogy a család az ez, ugye vitán felül az ember családban él, minden kultúrában, azok nagyon el tudnak egymástól térni a kultúrák, de az egy alap az emberben, mint hogy van két füle, az, hogy családban él. Ez az emberi működésnek egy alap eleme, még azt is megkockáztatom, hogy ez egy biológiai, annyira általános a világ minden kultúrájában, hogy ez egy biológiai örökség, de ha ugye mi ezt gondoljuk, hogy így kéne működjön a család, van ezek az állítások mentén, ha egy család föl, akkor jól működik ez, de vonatkozik ez a hétköznapjaink családjaira. Biztonságos kötődés és értelmi biztonságot lehetővé tevő közeg. Ez igaz? Ez igaz. Ez muszáj, hogy működjön. Egy jó család, egy elég jó családban ennek működnie kell. A viselkedéses kompetenciák átadásának legfontosabb tereke. Ez igaz? Hát részben igaz, a szociális viselkedésre biztosan, de egy csomó dologra már nem. Régen, faluközösségekben az emberek ugyanazt csinálták, amit a szüleik, tehát az élethez szükséges kompetenciák 99%-a a családon belül adódott, tehát a nagy családon belül. Ma a szociális kompetenciák, amik nagyon fontosak, a családon belül adódnak át, de nagyon sok már nem, mert a szüleim nem rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, ami majd nekem kell, ha én az én szüleim
szántóvetők, és én orvos leszek, akkor az én élethez szükséges kompetenciámnak a töredékét tudják nekem átadni, és a többit máshol kell elsajátítanom. Tehát ez már sérül a 21. században. A szociális támogatás fő forrása a benne élő egyének számára az a család? Elvileg igen. Gyakorlatilag az intézményesülő, a társadalmak intézményesül, a szociális rendszer intézményesülésével a családnak ez a funkciója meggyengült. Nem vagyok köteles eltartani, most ezt nagyon időzélben mondom, a nagyszüleimet és dédszüleimet, hiszen kapnak úgyis nyugdíjat. Tehát nem egy véresen fontos dolog, hogy én abban gondolkozzak, hogy bizony a szüleimet el kell majd tartsam bármilyen hosszának, mert elvileg van nyugdíjuk. Kettő. A gyerekeimet, a szüleimnek nem kell abban gondolkozni, az én szüleimnek, a gyerekem nagyszüleimnek nem kell abban gondolkozni, hogy vigyázzanak az unokáikra, hiszen elvileg van bölcs és óvoda. Tehát nagyon-nagyon sok szociális támogatási forrát került ki a családból, intézményesült, de ez a család, most a nagy családról beszélek, funkciát biztos, hogy gyengítette, és ez egyszerűen ma már nincs így. A szociális támogatást nagyon sokban szociális támogató rendszerek biztosítják a világunkban. A legfontosabb stresszcsökkentő eszköz a család, nyilván ez is meg kellett még, hogy maradjon, és meg kell, hogy maradjon, mert ez marad, és a gazdasági egység a család. Egyfajta gazdasági egység, de nem azonos ma már a család és a munkahely, mint mondjuk egy falu közösségben megint csak visszatérve az emberiség, tulajdonképpen egy nagyon hagyományos és az elmúlt 150-200 évéig kitartó domináns kulturális működésmódja, az kultúrától függetlenül. Igazából nem gazdasági egység. Nekem van egy állásom, a feleségemnek van egy teljesen más állása, van egy családi kasszánk, azt visszük, de nem családi vállalkozást működtetünk. Van olyan is, nagyon sok. De az emberek legnagyobb része nem egy családi vállalkozást futtat, tehát nem üzletfele, üzleti partnere és mellesleg családtagja egymásnak. Na most azt mondjuk, hogy családterápia szempontból, hogy bármilyen is a család, hottentotta, eszkimó, svéd, magyar, ha bizonyos működések megvalósulnak a családba, akkor ez a család jól fog tudni működni, független attól, hogy amúgy milyen értékeket képvisel, és ezek az, hogy legyen egyfajta azonosulás, legyen kötődés, legyen meg a kölcsönösség a kapcsolatokban, a családtagok legyenek egymással szemben lojálisak és szolidárisak, legyen hierarchia, ugye a család nem egy demokratikus intézmény, mint látva, bár erről szavazzunk mindjárt. Legyenek határok, legyen egy szabályrendszer, de a szabályrendszer legyen rugalmas, hiszen a gyerekek nőnek fel, és újabb szabályokat kell majd rájuk alkalmazni. Nyilván, ha a gyerek 30 éves, akkor már nem érdemes azt a szabályt állítani, hogy 10-ig haza kell érnie a diszkóból, mert kicsit anakronisztikus. Tehát ugye a család ma már nem gazdasági egység, ugye ezt elmondtam, most azt sietek, mert ugye az időm kicsúszott. Hát maga a párválasztás és a párok együtt maradása is egészen más dimenziók szerint valósul meg, és sokkal, hogy az előadás, hogy visszakapcsolják, talán hedonisztikusabb, vagy még mindenképpen individuálisabb, mert én az alapján választok valakit párul, hogy mennyire tetszik, és mennyire érzem azt, hogy szerelmes vagyok belé, ami egy viszonylag új dolog az emberiség történetében, és megjegyezném, hogy az jelen élő emberiségnek is csak a legabszolút kisebbségére jellemző, mert a párválasztás az egy hagyományosan működő nagy családban gazdasági befektetés, állásinterjú, a társadalombiztosítás valahogy pótlása, hiszen én egy olyan mennyt fogok választani magamnak apósként, akiről látom, hogy rólam gondoskodni fog, hogy én öreg leszek és beteg, mert olyan. És szociális hálóépítés is volt egyben, mert összeboltoltam egy másik nagy családdal, és aztán együtt kellett működnöm. De ezek már mind a volt kategóriában tartottak, hogy a család választott családból párt, és nem pár választott párt, és nem a személyes érdekek dominálták, hanem a nagy család érdekei. Vannak kultúrák, ahol így van, én egészen meg voltam döbbenve, ugye orvosként dolgozom, és bekerültem egy ilyen programban, ahol Vietnámban volt egy ilyen rendszer szemléletű tanácsadás, arra vonatkozom, míg aztán nem mentem ki, hogy hogyan dőlnek el az orvosi kezelések, és kiderült, hogy Vietnámban, ha kiderül valakiről, hogy emlőrákos, most egy ilyen konkrét eset volt, egy hölgy, akkor nem őt tájékoztattak, és nem ő döntött a kezelésről sem a beteg, hanem a családot tájékoztattak, és a család döntött arról, hogy milyen kezelést kapjon, és neki, a betegnek
egy, azaz egy szavazata volt ebben a döntésben az egész családhoz képest, egy közösségi kultúrában. Tehát ugye a mi kultúránkban ez az a gyengülés, ez úgy valósul meg, hogy a család, mint gazdasági egység szerepe gyengül, nagyon sok funkció intézményesül, a család helyett más intézmények veszik át, végül aztán gyengülni fognak a családnak ezek a hagyományos funkciók, ezért újabb és újabb szerepeket kell a társadalomnak átvennie a családtól, hiszen a család már ezeket nem tudja betölteni. Most itt vannak ezek az alternatív családmodellek, nem feltétlenül az egyszülős családra gondolok, egyszülős családok régen is voltak, csak az oka nem a válás volt, hanem az, hogy a házastársak egyike meghalt egyszerűen. Az antibiotikum korszak felfedezéséig ez sokkal gyakoribb ok volt, hogy a válás nem volt, de az, hogy valaki meghalt szülésbe, tüdőgyulladásba, bármilyen, az viszont sajnos nagyon gyakori volt. Tehát vannak ilyen alternatív családmodellek, ezeket az alternatív családmodelleket, ezeket így azt gondolom, hogy ezek problémás modellek. Tehát ugye van egy olyan modell, ugye a helyzetben azt látjuk a mai családoknál, hogy a szülők nagyon leterheltek, mert hogy általában dolgozik a szülőpár mind a két tagja, valamilyen módon meg kell osztják egymással a családi feladatokat, ez a feladat megoszt, hiszen nincsen, aki segítsen neki kívülről, mint egy hagyományos nagycsaládban, hogy ez a feladat megoldás gyengül, vagy rosszul osztódnak el a feladatok, kialakul a szülők közt egy ilyen rivalizálás, olyat is látunk, hogy akár anyagi területen, vagy presztízs területén, vagy kialakul egyfajta totális diktatúra, ami azt jelenti, hogy az egyik szülő lesz a ki döntéseket hoz, és a szülők nem közösen döntenek. Tehát az egyik szülő lekerül a gyerekek a rendszerében, ami ugye nem jó. Aztán ugye az is probléma, hogy a szülők között nincsen minden minőségi kapcsolat, mert túlterheltek, mert nincs külső segítségük, ezért felváltva vigyáznak a gyerekekre, és nem tudnak együtt lenni kettesben. Eleve kevesebb a fizikai együttműködést igénylő feladat az európai, vagy hát a 21. század európai családokban, és ezért nagyon kevés időt tudnak minőségben együtt tölteni. És itt a másik, ugye a demokrácia, a szabadság, stb. Ezek ilyen fontos fogalmak a mi világunkban, és tényleg fontosak is. De ha feltesszük azt a kérdést, hogy a családnak is demokratikusnak kell lenni, akkor ki szavazna arra, hogy igen? Ne. Ki szavaz arra, hogy nem? Hát, hogyha többségi demokrácia van, és nekem van 4 gyerekem, és van egy feleségem, tehát 2 vannak szülők, és 4 gyerekek, és minden hétvégén szavazásra bocsátsuk, hogy mi legyen az ebéd, akkor mi lesz minden hétvégén az ebéd? Virsli, sült krumpli, és rengeteg fajlalt. És nutellás lángos, és igen, tehát a gyerekek ugye nem rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, hogy egy családot működteti tudjanak, tehát a család nem demokratikus működés, mert ezt a szülők vezetik, és a szülő és a gyerekek elrendszernek el kell különülnie. Most tehát túlságosan demokratikusan működő családban ezek a határok nem tudnak tiszták lenni, a gyerekek esetleg olyan feladatokat kapnak, amely alatt roskadoznak, vagy éppen nem kapnak egyáltalán feladatot akkor sem, amikor már 18 évesek. Ez állandó konfliktusokhoz vezet, ez a határok, biztonság és felelősségkörök nem tisztázottsága. És ami nagyon fontos, hogy nem tudnak elkülönülni a családtagok igényei sem egymástól, amik egyébként a gyerekek oldaláról folyamatosan változni fognak. Aztán van az egysülő család, szülő egyedül marad a feladataiból, a tágabb család ma már nem tudja úgy támogatni, mint mondjuk 200 évvel ezelőtt, amikor meghalt valakinek a férje a háborúba, vagy a felesége egy egyik gyerek szülésében, de ott volt körülötte egy nagy család, aki támogatni tudja. Ma a nagy család dolgozik, tehát nem tud így beszállni, támogatni. És ugye ilyen helyzetben tud az kialakulni, hogy az egyik gyerekből szülő lesz, egyébként ilyen régen is volt, hiszen rengeteg irodalmi mű foglalkozik ezzel, ami szintén nem jó annak az egy gyereknek a szempontjából, hogy olyan feladatot találják meg, amelyeknek nem kéne, hogy amit nagyon gyakran láttunk még a túlvédés, ez is lehet egy alternatív magyarázat annak, hogy Ádám miért nem megy el otthonról, mert hát burokban van, a szülő szorong, túlkontrollálja a gyereket, gyereknek nincsenek döntési helyzetei, ezért ő maga is függővel lesz, és ő maga is szorongani fog, és nem csak és tényleg veszélyben lesz, hiszen gyerek nem tanulja meg a saját életkorának megfelelő kompetenciákat, akkor veszélyben lesz, nem lehet kiengedni, mert elüti a busz még 10 évesen is, ha nem tudja a saját asztmásról már csökkenteni 10 évesen spirével, akkor akár meg is halhat, mert a szülő csökkenti mindig helyette, és ő van ott mindig, ha asztmásról van. Szóval a gyerekeknek kell, hogy legyenek. Aztán itt vannak a családon belül koalíciók. Ez azt jelenti, hogy a család egyik tagja a saját pillanatnyi igényei szerint köt egy szövetséget a gyerekkel, és valamiféle családi konszenzus és családi szabály ellen menek, tehát például a nagyinál
túlsúlyos gyerek mindig megkapja maga sütijét, és ez marad az ő kis titkuk. Ugyanez a gyerek egyre kövérebb és egyre diabéteszesebb lesz ettől, de hát a nagy érzelmi igénye az az, hogy a gyerekétől megkapja ezt a sok pozitív odafordulást. Ez. És ugye ugyanilyen a gyerek, a felnőttek közé, a gyerekek a felnőttek közé való konfliktusának a bevonásán. Most mindezeket, amiket elmondtam, alapvetően nagyon jól lehet csökkenteni akkor, hogy hogyan tudunk támogatni egy családot pszichológiailag, hogyha a felnőtt alrendszer támogatjuk, vagyis a házas társakat, a házas párt. Ugye nyilván a házastársak akkor fognak tudni jól működni, és akkor tudják fogni elég jól működtetni a családot, hogy ez elég jó működés, ez egy kulcsfogalom, nem kell ideálisnak lenni, de ezért elég jól működtet minden család. Ha ezek a változók megvalósulnak a szülők közti kapcsolatban, a bizalom, a problémák közös megoldása, nyílt és teljesen direkt kommunikáció, a közös időtöltés és a minőségi idő. Most régen a házas felek... nagyon kevés mozgásterük volt, mert el kellett fogadniuk a másikat, meg kellett tanulni kommunikálni, viszont nagyon sok minőségi időt tudtak egymással tölteni, mert a munkájuk nagy része is összekapcsolta őket, és együtt dolgoztak. Ugye mi kultúránkban a házastárs választása, hogy mondtam, egyéni szempontunk szerint történik, és az embereknek általában arra van igényük, hogy őt a másik elfogadja, és ezért talán, nem tudom, miért van ennyi válás, erre nyilván a behelyek többet tudnának mondani, de Az, hogy a partner kapcsolatokban ennyire az egyéni igények dominálnak, az nyilván ez nem segít azon, hogy egy pár hosszú távon együtt tudjon maradni. De nem csak azért nem tud, hanem azért sem, mert nehezített pályán mozog, onnantól fogva megszülettek a gyerekei, mert nincs külső támogatása, mert egyszerre nem tudnak a házaspárok együtt lenni, és amikor a két gyerek, mondjuk két gyerekes családban gondolkozván 13-14 éves lesz, tehát már úgy nem igények nagy aktív segítséget, akkor, és már tudnának együtt csinálni valamit, akkor már kiderül egymás számára, hogy két idegen ember él együtt, hiszen odáig csak osztották a feladatokat egymás között, de nem csináltak semmit együtt. Na most az a jó hír ebben, hogy nagyon sok olyan családterápiás módszer van, amivel ezeket a rendszereket még a nagyon mostoha körülmények között is támogatni lehet, és tulajdonképpen ez egy tudománnyá vált a családterápia. Nagyon sok módszer van, ezeket most nem fogom elmondani, mert nagyon kevés az idő. Amit érdemes elmondani, hogy ez a mindenfajta pozitív pszichológiai elem az hatványozottan jól működik a párkapcsolatokban, a szeretetnyelv, ugye a házaspárok között ezt mindenképpen szoktuk javasolni. Vannak boldogságfokozó gyakorlatok, amelyek szintén nagyon jól működnek a családban, de amit még hangsúlyozni szeretnék, hogy én két dolgot látnék nagyon szívesen, vagy két dolgot tartanék még ezen kívül megoldásnak. Az egyik az, hogyha a nagycsaládok nagycsaládként tudnának működni, de én azt gondolom, erre nagyon pici az esély a 21. századi információs társadalom, vagy posztindustrialista, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok társadalmában, mert akkor vissza tudnálni nagyon sok családi funkció. A másik, amit viszont csinálunk is, és az pedig az, hogy ha a család nem tudott állni a család mellett, a szűkebb, nukeres család mellett, akkor hadd álljanak ott a barátok, vagy hadd álljanak ott olyan emberek, akiknek fontos a család, és segítenek támogatni. És például ilyen aktivitást végez magyarul az Otthon Segítünk Alapítvány is, amiben én 2001 óta dolgozom, és ami például baráti segítséget és baráti támogatást ad olyan kisgyerekes családoknak, akik amúgy tudnának jól működni, de úgy érzik, hogy agyon nyomják őket a hétköznapok terhei. Ilyen példák, hogy a gerincsérves anyuka fönt lakik a panelházban, a 4. emeleten, nincs lift, és nem tudja levinni a gyerekeket sétálni, mert neki kéne lecsipelni a babakocsit a lépcsőn. Ki fogja levinni? Hát az önkéntes, és ezzel már nagyon sokat lehet segíteni. No, csak ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen a figyelmet.